A szolnoki rendőrkapitányságra érkezett bejelentés egy magyarul kommunikálni nem tudó vérzőfejű férfiről. A helyszínre érkező rendőrök tolmács segítségével hallgatták meg a külföldi sértettet, aki elmondta, hogy Szolnokon 20 óra körül együtt italozott számára két idegen férfival, majd a vendéglátóhelyről elindulva az egyik alkalmi címbora lefogta, míg a másik minden előzmény nélkül ököllel többször megütötte. A bántalmazó kivette a sértett kabátja zsebéből a mobiltelefonját és pénztárcáját, melyben több száz euró készpénz volt. A szolnoki egyenruhások helyzet felismerésének köszönhetően hamar látókörükbe került egy, a bejelentést megelőzően a helyszín közelében igazoltatott férfi. A rendőrök a 23 éves tiszabűi lakost elfogták és előállították a rendőrkapitányságra, majd rövid időn belül társát, egy 36 éves szolnoki lakost is. Mindkettejüket rablásbüntet megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozók a terheltek őrizetbevételéről határoztak, és előterjesztést tettek le tartóztatásuk indítványozására. A rendőrök a 23 éves támadónál megtalálták és lefoglalták a sértett tárcáját és anyanyelvén írt cetliket, míg társánál a telefonját. Megállapítás nyert az is, hogy a fiatalabb gyanúsított a bűncselekményt követően eurókészpénzzel vásárolt egy helyi benzinkúton. A szolnoki rendőrkapitányság rablásbüntet miatt folytatja az eljárást.